Jó estét kívánok, köszöntöm a Sporthét műsorának nézőit. Van már edzője a Gyöngyösi Atlétikai Klub felnőtt labdarúgó csapatának. A 2021-22-es bajnoki évadban a megye első osztályban a most következő riportunkból kiderül, hogy ki is irányítja majd a zöld-fehér gárdát. A Gyak felnőtt labdarúgó csapatának vezetőedzői posztja megüresedett Labanc Róbert Egerbe távozását követően. A klub vezetői sokáig keresték az utódját. Igaz, az új edzőnek már sajnos a megyei első osztályban kell igazgatnia a 2021-22-es bajnokságban a csapatot. Az elmúlt 5 évben volt erre már példa a zöldfehérek házatáján, ami vélhetően az új vezetőedzőnek sem lesz idegen feladat. Nyilván több jelöltünk is volt, de végül Mazi Zoltán esett a választásunk. Zoli volt már itt, ismeri a közeget is, hiszen utánpótlás edző évek óta itt, ismeri a stábot, ismeri a fiatalokat, akiket be kell építeni a csapatba, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lövünk ezzel mellé, hogy Zoli lesz a vezetőedző. Mazi Zoltán 7 év után dolgozhat újra a gyöngyösi felnőtt csapat élén. Az edző megtiszteltetésnek érzi a felkérést, és egyben kihívásként is kezeli az új helyzetet. Jól esett a felkérés, természetesen hazatér az ember. Így, ahogy mondtad, a 2014-es szezont ugye ugyanúgy kiesett akkor a gyöngyösi csapat NB3-ba, és akkor jött a felkérés, hogy vissza kéne egyből jutni. És akkor az ott egész jól sült el, 24 pontos előnnyel, azt hiszem már áprilisban bajnokok lettünk, ha jól emlékszem. És akkor még várt ugye az osztályzó, sikerült visszajutni egyből NB3-ba, úgyhogy ez egy jó menehez. Hát nem egyszerű a feladat, ugye itt most teljesen új célokat kellett megfogalmazni, és most úgy néz ki a helyzet, ami természetesen természetes is, hogy a saját utánpótlásra támaszkodva, főleg helyi játékosokból összekovácsolni egy olyan csapatot, aki még ha az első évben nem is, de a második évben reális eséllyel juthat vissza az NB3-ba. A feladat tehát adott rövid úton visszajutni a magyar bajnokság harmadik vonalába. A csapat július 12-én találkozik először és kezdi meg az 5-hetes felkészülését az augusztus közepén rajtoló megyei bajnokságra. Felröppent a hír, hogy lemond Csiba Attila, a Gyöngyösi Energia SZ elnöke. Ám úgy tűnik, hogy ez csak egy kacsa volt. Csiba Attila természetesen cáfolta az híreket. Az Energia SZ Gyöngyös labdarúgó szakosztálya eredményes évet zárt. A klubvezetés azonban úgy tűnik bizonytalannak véli a jövőt, és az Zuhany híradó szerint már a klubelnök lemondásáról szóltak a hírek. Csiba Attila azonban úgy tűnik cáfolta ezt, sőt elmondása szerint van ok az örömre, de sokáig nem ülhetnek karbatett kézzel. Jó évet zártunk, és akkor itt be is fejezhetnénk, de amit elmondtál, tényleg nagyon sikeres évet zárt az Energia SZ. Pont amikor ide jöttem, tartottam egy kis számvetést, tehát összerakva a dolgainkat, egy első helyezésünk, egy második helyezésünk, egy harmadik helyezésünk, egy negyedik helyezésünk, egy hatodik helyezésünk és egy hetedik helyezésünk van, és ezért rendő az utánpótlás és a felnőtt csapatokra, futsal, nagypálya vonatkozásban, aztán strandfocival mi lesz, azt még nem tudjuk, mert ugye van egy kupa győztes csapatunk. Az U15-ünk ugye bajnok lett, a megye egyes felnőtt pedig a klub fennállásának legjobb teljesítményével a dobogón, annak is a második helyén végzett. Úgy gondolom, hogy szakmailag és visszatekintve az év koronavírussal, mondjuk így fertőzött, de inkább terhelt időszakára, jó évet zártunk. A klubelnök elmondta, nem jövőbe látó, de az tény, ezt az eredményt már be lehet írni a klub almanakjába. A folytatást illetően most magas a mérce, de ez nem minden áron követendő. Ha adottak lesznek a keretek, akár a folytatás is lehetséges így. Ez az év azt mutatta meg, hogy mit tudunk elérni. Aztán, hogy ez minden évben tartható-e, ez úgy gondolom, hogy minden évnek az aktuális játékos, anyagi, szakmai és egyéb lehetőségeinek a függvénye. Én úgy gondolom, hogy nem kell ebből maximálisan minden évben ezt az elvárást a csapat elé tenni, mert az egy nagy teher. Úgy gondolom, hogy a játékos, edző és egyéb kiválasztásnál mindig a megfelelő reális célokat kell előre megtervezni. Az elmúlt napok már hoztak jelentős változást a klub életében. Az végleg eldőlt, hogy Csiba Attila marad az elnök, illetve új hír, hogy a felnőtt labdarúgó csapattól Nagy Gábor vezetőedző 60-ba teszi át a székhelyét, Török János erőnléti edző pedig Majzik Zoltánt váltja majd Gyöngyös halászom. Labanc Róbert értékelte az NB3-as labdarúgó bajnokságban szereplő Gyöngyösi Atlétikai Klub 2020-21-es bajnoki évadát. Most egy rövid verziót láthatnak a kedves nézők, aztán majd mai műsorunkban folytatjuk tovább egy hosszasabb elemzéssel. A Gyöngyösi Atlétikai Klub Mátra Beton a 2020-21-es évben lezajlott NB3-as labdarúgó bajnokságban hullámzó teljesítmény nyújtott.
A klub felnőtt csapata elfogyasztott 3 edzőt, és a 20 csapatos mezőnyben a 16. helyen zárta az évadot, és sajnos kiesett a bajnokságból. Labanc Róbert a bajnokság felénél vette át a csapat irányítását, aki nagy erőkkel vetette bele magát a munkába. Az elnök úr megkeresett azzal, hogy mi lenne, hogyha én folytatnám a dolgokat. Tehát azt mindenki tudja, hogy ezért én a gyakhoz nagyon kötődöm. Tehát mondhatom nyugodtan, 8 éves korom óta fontos a gyakért, és hogyha ők úgy gondolták, hogy ezen én tudok segíteni, akkor természetesen elvállaltam. A gyöngyösi egység volt edzője, évértékelésében többek között elmondta, a kiesés egyik oka az volt, hogy nagyon feszes volt a tempó, és nem tudtak kellően folyamatosan koncentrálni a játékosok hétről hétre. Én azt gondolom, hogy ennek a fő oka inkább az, hogy túlzottan benne volt mindenkiben, és sajnos súlykolnom is kellett a játékosokban, hogy nagyon-nagyon koncentrálniuk, és nem nagyon férnek bele a hibák. És ugye ezáltal szerintem mentálisan fáradtak el ezekben az időszakokban, tehát a koncentrálás, hogy mindig, tehát nem mindig oda kellett figyelni, nem kaphattunk ki, ugye taktikailag jól tudtuk megoldani a feladatunkat, mert ugye azt is látni kell, hogy az ellenfeleknek nagyon kevés helyzetet tudtak teremteni ellenünk az ellenfelek, kevés gólszerzési lehetőségeket adtunk neki, és ugye ez a fajta koncentráció utána egyszer szerintem csak elfogyott. A kiesés további okairól és a klub jövőjéről is beszélt még hosszabban Labanc Róbert évértékelésében, amit a Sporthét magazinban láthatnak majd nézőink. Rubin Tréka újabb több száz hölgyet mozgatott meg a Mátra lábánál, a Kömlei Károly sporttelepen először volt ilyen fitness megmozdulás. Rubin Tréka neve mára egybeforrott a magyar fitness és alakformáló torna állandó, magas szintű képviseletével. Ebben nagyon sokan szeretnének hasonlítani hozzá, amit az is jól bizonyított, hogy ha a Mátra lábánál jár Réka, mindig teltház várja a tornáin. Így volt ez most is, csak annyi különbséggel, hogy kivételesen a futballpálya zöld gyepére szólt a meghívó, a Gyöngyös és környékén élő lányok, asszonyok számára. Nagyon szeretem Rékát, tehát nagyon jók a tornái, és otthon is sokat tornáztam rá, úgyhogy most adódott ez az alkalom, és most eljöttem. És voltál már esetleg korábban is itt a Gyöngyös edzéseim? Nem, sajnos tavaly lemaradtam róla, és most pedig el tudtam jönni. A hölgyeket az is ösztönözte, hogy végre kimozdulhatnak a négy fal közül, és a szabadban együtt mozoghatnak. A karantén alatt nagyon sok alakreformtornát csináltam otthon anyával, és nagyon szerettem őket, és mikor meghallottam, hogy Gyöngyösen lesz, akkor egyből el szerettem volna jönni, mert szerintem ez hatalmas feltöltődés lesz. Rubin Tréka mindig pozitív kisugárzást áraszt magából, és a nagy meleg ellenére is tudott meglepetéssel készülni az óráján résztvevők számára. A mai alkalom különleges lesz, hiszen elég meleg van, és ezt mindig figyelembe kell venni, hiszen ahogy jöttem az autópályán, volt, ahol 38 fokot mutatott a hőmérő. Bízom abban, hogy itt a fák adnak majd annyi árnyékot, hogy senki ne legyen rosszul, és éppen ezért a tornának az intenzitását azt figyelni fogom, hogy mennyire bírja a csapat, de mivel fél hét elmúlt, ezért azt gondolom, hogy egy negyed óra, fél órán belül egy picit kellemesebb lesz az idő is. Mindenképpen korán reggel vagy későn este sportoljanak, hogyha szabadban sportolnak. Ha nincs alkalmuk arra, hogy reggeli vagy az esti időszakban oldják meg a sportolást, akkor mindenképpen valami légkondicionált helységben, ahol nincs nagyon nagy meleg, és hát bőséges folyadékfogyasztás, tehát akár 3-4, de még lehet 5 liter is. Lehetőleg ne cukros üdítőt igyunk, hanem vizet vagy limonádét. A Kömlei Károly sporttelep fennállása első női fitness tornáján több százan követték Rubin Tréka instrukcióit, és élvezték a szabad levegőn végezhető gyakorlatokat. A tornán a hangulat most is nagyszerű volt, és a végére mindenki kellően elfáradt. Ahogy röviden mondanánk, a foglalkozás elérte célját. Rosta István értékelte a GKK utánpótlás évét. A 2020-21-es bajnokságban talán a legjobb és legértékesebb eredmény az volt, hogy több gyöngyösi fiatal is bemutatkozhatott a felnőtt keretben is.
A gyöngyösi kézilabda klub utánpótlás kézilabdásai vegyes érzelmekkel tekinthetnek vissza a 2020-21-es bajnoki évadra. A különböző korosztályok közül a koronavírus miatt rendeletek okán végül senki nem tudta végigjátszani a bajnokságot. A legkisebb korcsoportnak az edzéseket is csak minimálisan tudták megtartani, így sok gyerek csak a négy fal között dobálhatta a labdát. Kisiskolások, azok sajnos egész évben nem volt versenyük, illetve az edzés lehetőségük is nagyon minimálisra csökkent, hiszen a klikkes iskolákat ugye délután nem lehetett használni. Az idei évünk nagy feladata lesz, hogy őket újra versenyre szólítsuk és újra edzésbe állítsuk. Valóban a szövetségben van A, B és C variáció, tehát most éppen elfogadtuk a jövő évi versenykiírást, abba úgy indulunk neki, hogy normális idézőjelben normális életet fogunk élni, de a szövetség fel van készülve arra is, hogyha ha lesz egy negyedik hullám, meg arra is, hogyha egy súlyosabb pandémia lesz, nyilvánvaló, bár bele senki nem szeretné, ez teljesen egyértelmű. Az évad eredményeként gyöngyösi szemmel azt lehet kiemelni, hogy a fiatalok közül jó páran lehetőséget kaptak a felnőtt csapatbeli szereplésre is. Ha már egy eredményt kell kiemelni, akkor mindenképp azt mondanám, hogy a felnőtt csapatban idén Gulyás Máté 2004-es születésű, Gyallai Bercel 2003-as születésű és Gyánti Barnabás 2003-as születésű gyöngyösi fiúk kerültek be Konkocsab együttesébe. Nagyon fontos, hogy ezeknek a fiataloknak legyen lehetőségük megmutatni magukat. A legfontosabb egyébként az edzés, az a szürke hétköznapok, amikor még a vaxot pucolják a labdáról, meg a kulacsot viszik, meg a medicinlabdát viszik, aztán nyilván, amikor jön a mérkőzés, nyilván az NB1-es mérkőzésen nem fognak rögtön nagy lehetőséget kapni, egy-két percet csak. De a Liga Kupa, ahol csak magyar játékosok játszanak, és egy picit talán kisebb a tét is, ott viszont akár 15-20 percet is, az előbb említett Gulyás Máté például 6 gólt szerzett Csurgon. A kézilabdaklub idén nyáron is igyekszik népszerűsíteni a sportágat. Jelenleg már az első hét zajlik a kézilabda táborozóknak, és ezt még további 3 hét követi majd. Műsorunkat folytassuk tovább egy új helyszínnel. Képernyőn a dr. Csépi György uszoda és termálstrand, ahol országos uszonyos úszó diákolimpiát rendeztek. Dr. Csépi György uszoda és termál fürdőből, ahol is országos uszonyos úszó verseny kerül megrendezésre, a diákolimpia döntőjét láthatják a képernyőn. Vendégem Veres András, a Mátrai Erőmű Búvár Klub vezetőedzője, lehet ezt mondani? Illetve, hogy még emeljünk a színvonalon, a magyar válogatottnak is már évek óta lassan, azt lehet mondani, hogy évtizedek óta ott vagy a edzői pozíciójában. Ugye most már nagyjából a versenynek a felénél kezdünk járni, most már egy egészen más korosztály ugrott a vízbe, de én arra kérnélek, hogy először kicsit foglaljuk össze a verseny első részét. Mennyire érzed úgy, hogy sok fiatal eljött, várták már nagyon a versenyt, és örülnek, hogy itt lehetnek? Hát azt tudom mondani, hogy mosolygós arcokat látok, ez nagyon jól esik gyerekeknél is, edzőknél is, kísérőknél is. Tetszik nekik a helyszín, az, hogy végre versenyezhetnek, nyitott uszadába versenyezhetnek. Ugye évadzáró verseny, szóval mindenki komolyan felkészült rá, ráadásul diákolimpia országos döntő, tehát plusz 10 pontért versenyezhetnek, ha mondhatom ezt, ugye felvételinél ez számít. Úgyhogy igen, rangos versenynek minősül. Mennyire lehetett úgymond erre felkészülni, vagy mennyire kellett elő versenyekkel részt venni, mert azért a koronavírus miatt talán kevesebb versenyt rendeztetek ebben a sportágban is. Így van. Az a helyzet, hogy pont ezen okból kifolyólag sajnos a B kategóriát meg se tudtuk rendezni, ahol ugye külön selejtezők lennének. Itt az egyéb versenyek, amik eddig voltak, a kupaversenyek voltak a selejtezők, úgyhogy itt ugye úgy van, hogy versenyszámonként, iskolánként maximum 2 fő nevezhető, nemenként 2 fő nevezhető, tehát így ez volt a válogatási elv, és így volt megszűrve a társaság. Ehhez képest elég szép számmal 201 néhány fővel megjelentek a versenyzők. Igen, hát legnagyobb sajnálatomra a B kategória az most elmaradt. Gyöngyösi viszonylatban
mit kell tudnunk a Mátorai Erőmű Búvárkó versenyzőiről? Minden versenyszámban tudtál adni versenyzőt? Hál' Istennek azt gondolom, hogy mindegyikbe sikerült neveznünk versenyzőt. Ugye most ez egy faramuci helyzet, mert igazából nem is mi neveztük, hanem az iskolák. Tehát hát nyilván azért kellett egy kicsit anyáskodni, vagy apáskodni ebben a dologban. Igen, ebből a szempontból nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy az iskolákkal, testnevelő tanárokkal nagyon jó viszonyt ápolunk, és partnerek voltak ebben a dologban. Úgyhogy aki csak lehetett, aki jogosult volt rá, benevezték, és minden korosztályban, minden versenyszámban képviseltetve van a klub. Most már ugye azt láthatják a kedves nézők a képernyőn, hogy egy másik pozícióban van a rajt. Miért volt erre szükség? Azért bocsánat, hogy így elakadt a lélegzetem, de megvártam a rajtot. Az ötös pályán Baumann Léna úszik, az egyes pályán pedig Bokros Hanna, mind a ketten a mi versenyzőink. És úgy látom, hogy egész jól, jó íramot diktálnak. Hát akkor kapcsolódjunk be a versenybe, hiszen egyet fordulnak, aztán nézzük, hogy így van. Jó-e a forduló, vagy mit kell ilyenkor tudni? Hát ugye bármelyik testrésszel meg lehet érinteni a falat, lényeg az, hogy hozzáérjen az ember, de hát nyilván a lábbal a legcélszerűbb. Okros Hanna az ötös pályán jelenleg vezeti a mezőnyt, és hát 25-tel a cél előtt tetemes féltesthossznyi előnye van. Hazai pálya előnye? Igen, lejt egy kicsit, remélem, hogy a végén is megmarad, majd meglátjuk. Mindenesetre ugye Léna az egyik olyan versenyző, aki éppen második lett, na most ez a Kuruc Zoli, a futambiztos 51-43-a, két tizedes különbséggel. Ez mi múlott, hogy érzed? Megjegyzem, hogy egyénileg nagyon jó ez a 51-es időeredmény. Min múlott? Hát, utolsó 25, a hajrán, nyilván. Ilyenkor hogy gondolkoznak a versenyzők, vagy hogy készített fel őket, hogy tartalékoljanak, vagy ami a csövön kifér elejétől fogva? 100 méter ilyen szempontból egy ilyen érdekes versenyszám, mert el kell kezdeni ugyan, de nyilván nem egy sprint szám, tehát ez egy 40 másodperc, ami mondjuk a anyagcserébe már nem tartozik a sprintek közé, tehát magyarul bírni kell a végét, ugye ez a Ami marad, az a harag című történet. Itt óriási fájdalomtűrő képességre van szükség. Na most az, hogy mondjuk Léna második lett, az nem csökkent semmit az ő teljesítményéből, mert ettől függetlenül gyönyörűen végigúszta a versenyszámot. De akkor nem maradt benne semmi, kapott, talán azt lehet mondani. Szerintem nem, egyénileg jobbat úszott. Ezt szoktam hallgatni azt az edzőktől, hogy kiúszta magát, ami azt jelenti, hogy egy jó dolog, mert véletlenül akkor az eredménye is lehet jobb. Így van, tehát attól függetlenül, hogy második helyen végzett. Első csak egy lehet, és a második is, most itt, ahogy a példa mutatja, két tizedre maradt el tőle, azután a hajrával győzött a másik, nagyon ügyesen csinálta. Minimum elvárás az, hogy 400 méteren első hatban legyen, egy hat, mert ők kvalifikálják magukat a világjátékokra, ami ennek a sportágnak tulajdonképpen az olimpiája, a nem olimpiai sportágak négy évenkénti versenye. Szóval erre való kvalifikáció az elsődleges cél, ami első hat helyet jelenti. Ettől függetlenül nagyon remélem, hogy tovább tudunk ezen lépni, és akár dobogóra tud állni. Mennyire jó versenyző típus, Alex, mennyire tudod motiválni őt? Igen, önmagában is egy nagyon jó alany, de hozzáteszem, hogy nem egyedül készítem föl. Én irányítom a felkészülését, de Szabó Tíme a szárazföldi tréner, illetve Kardos Laura, mint sportpszichológus foglalkozik a felkészülésével, és próbáljuk a jót még jobbá csiszolni. Tehát akkor egy jó alany mondhatjuk. Jó alany, igen. Ugye mondhatnám azt, hogy csiszolatlan gyémán, de már nem.
már ő csiszolódik, csak itt már tényleg az ilyen polírozásról van szó, hogy mégis amikor kell, akkor legyen képes teljesíteni. Van egy csomó cucc, amit elhagytak, van egy kék aréna. Igen, én arra gondoltam, amikor ezt a kérdést feltettem, hogy mivel már nagyon sok versenyen van túl, és belépett a felnőtt korba, nem érje az a veszély ezeket a gyerekeket, hogy már saját magától próbálja az edzéseit kialakítani, saját magát úgy érzi, hogy tudja kontrollálni, és úgymond kevesebb külső segítségre van szüksége. Van egy ilyen kis holdpont ebbe. Uh-huh. Nyilván egy felnőtt versenyző egyre önállóbb lesz, ami az edző számára igazából jó, mert mi már nem úgy dolgozunk együtt, hogy most majd én megmondom, hogy akkor kisgatyába kimész futni a mínusz 10 fokba, hanem partnerek vagyunk, mind a ketten ugyanazért dolgozunk, és mindent meg tudunk beszélni. Ettől függetlenül Alex olyan típus, aki hallgat a jó szóra, meghallgatja a jó tanácsot, akár tőlem, akár mástól, és ezt utána képesek vagyunk megbeszélni, akár edzés után is, hogy most ez jó volt, nem volt jó, ez tetszett neki, ez nem. És nyilván én sem egy ilyen autokrata módon vezetem az edzést, hanem meghallgatva a visszajelzéseket, próbálom a következő edzést úgy alakítani, hogy neki is megfeleljen. Egyébként ezeken a versenyeken, mint ami most is vagyunk, és láthatják itt a kedves nézők, mennyire figyeled már mondjuk a Mozsár Alex utódokat? Ó, abszolút, abszolút. Hát, mint az előbb láthattuk Bauman Lénát, Bokros Hannát, a legkisebbeknél Kardos Vincét, Bozó Dominikot, tehát ismerem őket, nyilván személyesen is vezettem nekik edzést, ismerem az eredményeiket, figyelem őket, és azt kell, hogy mondjam, hogy el vagyunk látva megfelelő utánpótlással, nagyon remélem, hogy 5-10 év múlva majd róluk tudunk ugyanígy beszélgetni. Hogy kell elképzelni egyébként, hogy ha valaki 20-as úszó lesz Gyöngyösön, az úgy néz ki, hogy bekopognak hozzád az edzői öltözőbe, anyukák, apukák, vagy megkeresnek más egyéb módon, hogy igen, ők látták valahol, vagy ismerik ezt a verseny lehetőséget, vagy sportágat, mint lehetőséget, vagy pedig van egyfajta úgymond sportági elszívás mondjuk a normál úszásból. Büszkén mondhatom, hogy nagyon jó viszonyt ápolunk a Parafa Úszó Klubbal, és nagyon jól megférünk egymás mellett, és ugye nem vagyunk ilyen szempontból konkurenciái egymásnak, sőt, szintén büszkén mondhatom, hogy Pernyész Dorottya leigazolta a Parafa Úszó Klubhoz, mert majd, ha úszóversenyre kerül sor, majd akkor ő részt vesz, és a Parafa úszókluptól is, most erre a versenyre is igazolt hozzánk versenyző, hogy részt tudjon venni. Tehát ilyen szempontból partnerek vagyunk, a két egyesület, és hogy konkrétan a kérdésedre válaszoljak, az úszásoktatásaink, a szervezett úszásoktatásaink során feljövő emberekből képződik az utánpótlás. Három csoport úszásoktatási lépcső van, és három plusz egy csoport az edzések lépcsői, akik már konkrétan versenyzőkké faragódnak. És hát ugye, közben nyilván kiderül, hogy kik azok, akik érdemesek. Nagyon-nagyon erősen hullámzik a víz, az azt jelenti, hogy gyorsan úsznak a fiúk. Két gyöngyösi versenyző is, sőt három, Varnyú Anna, Fügedi Réka és Posztor Melitta részt vesznek a versenyben. Jó, Szili Ági, igen, ő a magyar junior válogatott tagja, aki egy hét múlva jön a világbajnokságra, a többiek fiatalabbak, hozzá kell tenni, ők a alsóbb, egy évvel későbbi korosztályban érdekeltek. Varnyú Anna, harmadik lett, 47-es idővel, nagyon szép. Jaj, bocsánat, Fügedi Réka nyerte 45-tel. Igen. Hát akkor itt nagyon elnéztem a dolgokat. Fiúkat folytatjuk.
ami egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés, ha ezt hozzáfűzhetem, hiszen ami aktualitás, ugye ez az egész Covid szituáció, Fügedi Réka egy jó 10 napot, majdnem 2 hetet hagyott ki, nem a betegség miatt, nem a saját betegsége miatt, hanem édesanyja került karanténban, és ezáltal az egész család. Érintettség miatt. Úgyhogy úgy, egy 10 napot kihagyott egy jó másfél hónappal ezelőtt, és pont arra gondoltam, hogy nehéz lesz neki visszakapaszkodnia, de hozzá kell tennem, Réka csodálatos versenyző, edzésen a felét nem mutatja annak, amire képes egyébként, de ezt csak így 4 szem közt csúgom meg. Reméljük, hogy majd nem nézi a közvetítésünket. Mennyi van még a mai versenyből? Ugye most már azért a felső korosztályok kezdenek versenyezni, és hogy értékeled, hogyha lehet azt mondani ennyi idő után a mai napot? Hát körülbelül 2 óra van még a mai versenyből. Egyébként igen, most a felső korosztályok vannak a 100 méterekkel, de aztán majd újra előkerülnek a kisebbek a 200-akkal. Az értékelés? Hát én most, mint szervező vagyok jelente, nagyon nehéz volt odafigyelni a gyerekekre külön, az eredményekre. De attól még értékelted, mint szervező is az eseményt, én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos. Így van, igen. Hozzáteszem, csak... hogy a versenyzőknek a nevét hallottam így a hangos bemondóba az eredményhirdetéskor, úgyhogy ez egy nagyon jó jel, örültem neki. Szervezőként nagyon büszke vagyok arra a gárdára, arra az aktív csapatra, amit a Mátrai Erőmű Búvár Klub ki tud állítani egy-egy ilyen rendezvény szervezésekor. Hagyj tezem hozzá, hogy nem csak itt vagyunk jelen, egy héttel ezelőtt egy illegális szemétlerakó helyet számoltunk fel a Gyöngyösi tó partján. Egy hatalmas konténert, meg plusz szemetes zsákokat töltöttünk meg az ott lévő lerakott anyagokból, és most lám itt vannak 50-en, 60-an olyan emberek, akik igazából társadalmi munkában most eljöttek segíteni, és ettől szervezik. Lesz jó a verseny. És ettől lesz jó a verseny, utána eszünk egy jó babgulyást, iszunk egy jó sört, és akkor így megbeszéljük a dolgot. András, köszönöm szépen a lehetőséget, és azt is, hogy itt voltál velünk, és értékelted a dolgokat. Sok sikert kívánok a folytatást illetően. Köszönjük szépen!